Minden idők legsikeresebb magyar teniszezője, Taróczi Balázs a Hegyvidék díszpolgára lett. Döntöttek a képviselők, módosult a költségvetés és a helyi zajvédelemről szóló rendelet. Augusztusban irány Japán, Magyarország lesz a vendége a Hiroshima-i Nemzetközi Animációs Filmfesztiválnak. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Minden idők legsikeresebb magyar teniszezője Taróczi Balázs vehette át a Hegyvidék díszpolgára kitüntetést Pokorni Zoltán polgármestertől a Barabás villában. Taróczi Balázs a díszpolgár egy cím átvétele után úgy fogalmazott: örök szerelem a Hegyvidék. Díszpolgári címmel tüntette ki a Hegyvidéki Önkormányzat Taróczi Balázst, minden idők legsikeresebb magyar teniszezőjét. Az oklevelet és egy üvegszobrot Pokorni Zoltán polgármester és dr. Váci János alpolgármester adta át a díjazottnak a Barabás villában. Taróczi Balázs a kitüntetés átvétele után elmondta: örök szerelem a Hegyvidék, itt mindig otthon érzi magát. Örök szerelem volt annyiban, hogy amikor itt a kerület határain belül voltam és vagyok, akkor mindig otthon éreztem magam, és a gimnáziumi osztályfőnököm, annak idején sose fogom elfelejteni, egy ilyen osztályfőnöki órán arról beszéltünk, hogy mit jelent az otthon. És többek között, és akkor mondta, 61-es villamos. És akkor én már úgy kezdtem úgy utazgatni, és tudtam azt, hogy milyen rettenetesen fontos és jó érzés nekem, amikor egy Monte Carlo-i út után, és ezt tudom, hogy abban az időben különösen furcsa volt, de akkor utána én fölülhettem a 61-es villamosra, és mehettem otthonról a vasas pályára. Az ünnepi eseményen Pokorni Zoltán polgármester elmondta, Taróczi Balázs aktív polgára a Hegyvidéknek, mindig számíthatnak a segítségére, rendszerint emeli az események fényét személyiségével. Legutóbb a felújított városmajori teniszfalat avatta fel a Hegyvidéki Önkormányzat kérésére. Mind a mai napig nincs hozzáfogható eredményességű sportolója a magyar tenisznek. Erre egyfelől Balázs büszke lehet, másfelől a magyar teniszsport egy szégyenkezhet emiatt, hogy az elmúlt 30 évben nem tudott ilyen fényes csillagot megszülni vagy kinevelni, mint amilyen Taróczi Balázs volt. Taróczi Balázs elért eredményeit, sportsikereit barátja és kollégája Kaplár F. József méltatta az eseményen, aki elmondta, ő aratta a legtöbb győzelmet a nemzetközi versenyeken. 13 egyéni és 26 páros ATP győzelmével, köztük a Roland Garroson és a Wimbledonon Heinz Günthárdal elért sikereivel, Taróczi Balázs lett minden idők legjobb magyar teniszjátékosa. Tegnap előtt volt 120 esztendeje, hogy Balatonfüreden megrendezték az első magyar teniszbajnokságot. Akkor még a Stefánia Hajó egylet csinálta ezt, és még akkor nem is volt szövetség, de kinevezték ezt az első magyarországos bajnoksággá. Az a helyzet, hogy elgondolkoztam, hogy akkor 120 év után a Balást hova kell elhelyezni. Hát, lehet, hogy azt mondják, hogy én egy kicsit merész vagyok. Ő van legfelül. Ő a bajnok, ő a nagy bajnok. A nemrégiben 60. születésnapját betöltő Taróczi Balázs elmondta, számára most az a legfontosabb, hogy három kislányának a legjobb apukája lehessen. Alapvetően az én legnagyobb célom az, hogy a kislányaim, 12, 10 és 8 éves kislányaim vannak, hogy őket lássam felnőni. És azon az úton, ami hát majd most lesz, azt hiszem, hogy egyre nehezebb és egyre rögösebb, tudjak egy nagyon kemény és segítőkész apukájuk lenni, ezért kell nekem mindent csinálni, hogy szellemileg és fizikailag is jó karba legyek. Taróczi Balázs nem csak a Hegyvidék, hanem a főváros díszpolgára címet is átvehette. Július 1-től módosul a mobilparkolási hívószám, mert egy egységes országos mobilparkolási rendszert alakítanak ki. A szolgáltatást országszerte valamennyi fizetős önkormányzati parkolóban igénybe lehet majd venni. A nemzeti mobilfizetési rendszerben megváltoznak a mobilparkolás indításához és leállításához szükséges telefonszámok. A leggyakrabban használt 810-es előhívó 763-ra módosul. Az új rendszerben az eddiginél több mobilparkolási szolgáltató közül lehet majd választani, a parkolási díjak azonban nem változnak. A szolgáltatást továbbra is SMS-sel, telefonhívással vagy mobil applikációval lehet használni. A Nemzeti Mobilfizetési ZRT honlapján pedig már most regisztrálhatnak azok, akik előre fel akarják tölteni a mobilparkolási egyenlegüket.
Módosult a költségvetés és a helyi zajvédelemről szóló rendelet, egyebek mellett ezekről is döntöttek a képviselők a legutóbbi testületi ülésen. A képviselők emellett arról is határoztak, hogy a kerület is részt vesz a fővárosi közgyűlés által kiírt közösségi célú városrehabilitációs programban. A hétvégét sokan használják fel arra, hogy rendet tegyenek a házuk körül, a legtöbben ekkor nyírják le a füvet is, amely zajjal jár. Ez pedig sokakat zavar. Voltak, akiknél a jószomszédi viszony emiatt romlott meg, és a zaj miatt az önkormányzathoz fordultak. Azt kérték, tegyenek igazságot és szabályozzák a hétvégi fűnyírásra vonatkozó előírásokat. Éppen ezért legutóbbi ülésén a képviselőtestület tárgyalta és módosította a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletet. A javaslat lényege, hogy munkanapon ne kezdjenek 7 óra előtt füvet nyírni, és lehetőség szerint 8-kor fejezzék azt be. Szombaton egy kicsit szűkebb időt szabnánk erre, egy kötelező ebédszünettel, tehát 9 és 12-től és 15 és 18 óra között tehessék ezt, vasárnap pedig ne. Zajongjanak se kis traktorral, se sövénynyíróval, se flexel, se fűnyíróval. Bízunk benne, hogy a polgári kerület milliója és a munkába járó és csak hétvégén sövénynyírók konfliktusa az így elrendezhető. A szabályozás az alacsony zajkibocsátással járó elektromos fűnyírókat nem érinti. A képviselők egyhangulag fogadták el a javaslatot. 14 igen, egy hangú. A testület módosította az idei évi költségvetést is, erre többek között azért volt szükség, mert az önkormányzat segítséget szeretne adni a Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részlegének kialakításához. Ez lehetővé tenné, hogy a hegyvidékiek nappali segítségnyújtásban részesüljenek az intézményben. Emellett a kerületben élők biztonságának növelése érdekében az önkormányzat meghirdetné a gépjárművédelem a hegyvidék programot is. A testület ülésen elhangzott, a tavalyi évből jelentős költségvetési pénzmaradvány származik, ez fedezetet biztosít a Dobsina utca 7 szám alatti, jelenleg használaton kívüli önkormányzati tulajdonú épület felújítására. Ennek révén a Tamási Áron iskola új részének elkészüléséig újabb 3 első osztályos csoport indulhatna, a gyerekeket ugyanis ebben az épületben helyeznék el. A következő évben pedig óvodai célra hasznosítanák a létesítményt. A testület arról is határozott, hogy a kerület is részt vesz a fővárosi közgyűlés által kiírt közösségi célú városrehabilitációs programban. Ez 80 millió forint a pályázatnak a maximális összeg, amit el tudunk hozni. Az épület, egy épületet szeretnénk kialakítani, ahol közösségi tereket tudunk létrehozni, és a hivatal környékének ezt a térszerkezetét úgy felfrissíteni, megújítani, ami azt gondolom, hogy elvárható itt 2014 tájékán. Ez a pályázat erről szólna, tehát plusz forrás igényelünk, ehhez épületet újítunk fel, és terveink szerint ebben a pályázatban vállaljuk a másik 80 millió forintot, amit hozzá fogunk tenni. A képviselők ezt a javaslatot is egyhangulag fogadták el. Vasárnaptól bezár a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeuma. A múzeum a BKK új Deák Ferenc téri ügyfélközpontjának kivitelezési munkái miatt nem látogatható. A tervek szerint azonban 3 hónap múlva újra kinyit. A föld alatti vasúti múzeum 1975-ben csaknem 40 évvel nyílt meg. A kiállítási térben a látogatók egy eredeti kis föld alatti alagút szakaszba léphetnek. Ez a metroépítések miatt az 50-es években vált feleslegessé. A múzeum kialakításakor az itt látható eredeti járműveket a födén megnyitásával a Deák térről emelték be. A föld alatti megindulásának 100. évfordulójára 1996-ban a teljes föld alatti vonal mellett a múzeum is megújult. Magyarország lesz a díszvendége az idei hiroshimai nemzetközi animációs fesztiválnak. A külön programban így a hazai animációs filmkészítés aranykorát és legnagyobb tehetségeit ismerheti meg a hozzáértő közönség. Bizakodásra ad okot, hogy az egyik legrangosabbnak számító szakmai fesztiválon 3 magyar alkotás is versenyez az elsőségért.
A 42. szimfónia, ez az egyike annak a három magyar animációs filmnek, amely másik 56 alkotással versenyez majd az idei Hiroshima-i Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon. Bucsi Rék a szürreális helyzetekre épülő műve a Berlinári után most is nagy esélyekkel indul. A mester képzés végén készült ez a film, körülbelül egy évig csináltam, és hát ez egy rendhagyó narratívával dolgozó film, úgyhogy egészen máshogy álltam hozzá az alkotáshoz, mint mondjuk egy klasszikus filmnél, ilyen gyűjtögetéssel, meg hosszas írogatással, rajzolással, ilyen teljesen intuitív folyamat volt. A Hiroshima-i Nemzetközi Animációs Filmfesztivált 15. alkalommal rendezik meg. A díszvendég most először Magyarország lesz. Ez azért is jelentős, mert a rendezvényen eddig csupán 3 európai ország mutathatta meg hazája legjobb animációs filmjeit. A művészeti ág múltjáról és jelenéről, valamint kiemelkedő alkotóiról szól majd a több mint 250 művet felölelő magyar külön program. A magyar animációnak nagy hagyományai vannak, ugyanúgy, ahogy a térség országaiban, gondolok itt Lengyelországra, Csehországra, vagy Szlovákiára, vagy akár a volt jugoszláv tagállamokra. Ez a műfaj nagyon szeretett volt, és hát mindegyikünk a magyar animáció ilyen-olyan alkotásán nőtt fel gyerekként, ezek mind nagyon közismertek. És az elmúlt évtizedek kicsit lanyhább lehetősége után az új média mecenatúra támogatásával és a filmalap színre lépésével olyan lehetőségek támadtak, amit például az oktatásban is nagyon nagy erőfeszítéseket tudunk így befektetni. Így létrejönnek azok a filmek, a legfiatalabb teljes alkotók filmjei, amik aztán nemzetközi sikereket érnek el. Karas Mónika, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke szerint a meghívás óriási elismerés a hazai alkotóknak. Az éppen idén 100 éves magyar animációs filmművészetet ünneplő teljes magyar szakmának, és ezen túl rendkívüli megtiszteltetés egész Magyarországnak. Az új animációs filmek létrehozását a Médiatanács média mecenatúra programja is támogatja. A Médiatanács az elmúlt 3-4 évben 488 millió forinttal támogatta az animációs filmek elkészítését, és a jövőben is két pályázat van animációs filmek készítésére. Most konkrétan az út kapcsán az NMHH vezeti ezt a delegációt. Japán-magyarországi nagykövete szerint Magyarország díszvendégsége jelzi és tovább erősítheti a kölcsönös kulturális érdeklődést. Egy régi álom vált valóra, és biztos vagyok abban, hogy a magyar filmek le fogják nyűgözni a japán közönséget is, mondta a japán nagykövet. Az augusztus 21-e és 25-e között zajló fesztivál főprogramjába idén 74 országból 2217 animációs filmet neveztek, ebből 20 ország 59 alkotását választotta ki a zsűri. Meglepetés viszont, hogy egyetlen japán munka sem került be a versenybe. 140 éves lesz a Fogaskerekű június 24-én, az évforduló alkalmából június 22-én vasárnap érdekes programokkal, játékokkal, járműkiállítással és vezetett műhelylátogatással várják az érdeklődőket. Június 24-én kedden pedig nosztalgiajáratokkal emlékeznek az átadás évfordulójára. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!